Hello, sziasztok, Szarvas Norbi vagyok, és valamiért folyamatosan elmondom a nevemet minden videónál, pedig tudod, hogy az én csatornámon vagy. A mostani videóban egy kicsit messze bevezünk a pénzügyektől, de mégis oly közel, a HR-ről lesz szó, illetve a HR techről, a HR-nek a változásairól. De kezdjük a legelején. Ugye a HR az micsoda, nyilván a te cégednél is van ilyen, valamilyen ilyen-olyan formában, magyarul munkatárs menedzsment nevezhetjük így. A HR-nek mi a legnagyobb problémája 2019-ben? Miután több cégvezetővel beszéltem, több HR-essel beszélgettem erről, HR-es céggel is kommunikáltunk erről, alapvetően hatalmas kihívást jelent a generációk közötti különbség. Tehát ma egy Y generáció ugye a fő munkavállaló, tehát ez a generáció most a fő, hiszen az X már megy kifele, a Z még csak most érkezik, tehát ma a világot a Y generáció határozza meg, de már látjuk, hogy mi hogyan érkezik, hogyan rukja be az ajtót az Z generáció, és már reszketünk, hogy mi lesz az alfa generációval, ugye most még ők a kicsik. Miért? Mert teljesen mást akarnak, és ahogyan az internet, ahogyan a világ modernizálódott, ahogyan egyre több eszközt kaptunk, ahogyan az információkhoz hozzáférünk, ahogyan lebomlottak a határok, ahogyan az önmegvalósítás már nem csak egy motivációs bullshit, hanem valójában egy realitás. Gondolj csak bele azokra az ismerőseidre, akik gondoltak egyet, hogy ők külföldön szeretnék megvalósítani magukat, vettek egy repjegyet, és már kint vannak. Tehát ehhez nem kellett különösebben nagy, több éves szervezés. Ugye ez a fajta generációs különbség, az, hogy például egy Y, de inkább a Z, és majd a alfa generáció, teljesen más értékrendje van, teljesen más, hogy viszonyul a munkához, és teljesen másfajta megerősítést vár vissza, és ez hatalmas probléma a cégeknél, mivel jelenleg erre a rendszerek nagy része nincsen felkészülve. Hiszen mit akarnak ezek a fiatal generációk már megint? Nyilvánvalóan nekik a legfontosabb a... Tehát amíg mondjuk egy X-nek tök... Fontos, teljesen fontos volt egy tehát egy visszajelzés, egy ugye az önbecsülésének az építése. Ma már nem elég az, hogy visszajelzünk a munkavállalóink felé, főleg ugye a fiatalabbak felé, hanem ezt indoklással kell. Tehát az, hogy ügyes vagy buksi simi, az nem elég, indoklással kell, és a visszajelzésnek önmagában is fejlesztenie kell. Hiszen ezeknek a generációknak hatalmas a tudás éhsége. Elképesztően vágynak arra, hogy ők tartsanak valamerre. Tehát nem tudsz már beültetni ezeket a srácokat egy íróasztal mögé, és akkor 30 évig ott lesznek. Örüljünk, hogyha 2 évig egy helyben lesz, hiszen folyamatosan vágyik a kihívásra, az önmegvalósításra, az önbeteljesedésre és a fejlődésre. És az a cég, amelyik ezt nem tudja számára biztosítani, az hamarosan el fogja ezt a munkatársat veszíteni. És ez nagyon komoly probléma, hiszen a fluktuáció mindig a legdrágább munkatárs szerző dolog. Tehát állítom neked, hogy nyilván vannak betanított munkakörök, bár még ott is, de minél bizalmi viszony szükséges a munkavállaló és a cég között, hiszen minél fontosabb pozícióba kerül egy ember, annál nehezebb lesz a pótlása. Gondolj bele, hogy mi az egyszerűbb. Megbecsülni a meglévő, jól bizonyított munkatársat, vagy pedig folyamatosan cserélgetni, folyamatosan új munkatársat felvenni, kompetenciatesztekkel bizonyítani, hogy ő alkalmas rá, nyilván itt hibázhatunk, akkor elköszönünk egymástól új embert, tehát megkeresni az új embert, őt betanítani, hozzá, tehát integrálni a csapatba, integrálni a szervezeti filozófiába, ugye ez súlyos hónapok, akár évek is lehet. És ezután pedig lutri, hogy marad-e vagy nem, hiszen nyilvánvalóan az elődje is azért nem marad, mert a szervezet nem volt valamire felkészülve, nem adott valamilyen választ arra, amit ő keresett. Előbb-utóbb tehát biztos, hogy a szervezetnek lépnie kell. Vagy még folyamatosan újra és újra és újra ezt a kört, ezt a nagyon drága kört végig kell vinnie. De a visszajelzés
sem, hogyha már túl vagyunk. Tehát eljutottunk oda, hogy vissza szeretnénk jelezni. Tehát, hogyha csinál valamit a munkatársunk, akkor azt nem csak úgy visszajelzni, hogy á, gyere, Petike, ez nagyon ügyes volt, hanem tényleg számokkal, adatokkal, lássa a helyét a cégbe, lássa a munkának az értelmét, ez is már kevés. Tehát nagyon érdekes és faramúci helyzet, amikor arról beszél, én erről beszélek, és a legtöbb cég még csak most készül fel erre, hogy visszajelzést hogyan tud adni, miközben már a világ lépett egyet, és most már nem elég, hogy visszajelzés, real-time feedbackeket kéne adni, azaz valós idejű visszajelzése van szükség. Olyan visszajelzésekre, amit például egy munkatárs egy megtartott prezentáció után azonnal és ellenőrzött körülmények között megkaphat. Nem elég az önmagában, hogy na majd valamikor elmondom neki, hanem ott a pillanat hevében kell tudni ennek a munkatársnak visszajelzéseket adni, ami lehet negatív vagy pozitív, de mindenféleképpen építő jellegű legyen ez a dolog. Kérdés az, hogy a te céged egyébként erre fel van készülve, te kapsz, vagy ti adtok valós idő visszajelzéseket a munkatársaitoknak? Segítitek őt a céljaik elérésében? Ez nagyon bonyolult kérdés, órákat lehetne erről beszélni, nem biztos, hogy érdemes most ebbe belemenni. Most csak érintjük ezt a témát. És hát ugye, bocsánat, csak nézem, mit írtam fel, mert fontos gondolatokat. Én állítom neked, hogy ugye szoktuk azt mondani, hogy egy vállalkozás életében az árazás az egy nagyon fontos dolog, majdnem ugye a legfontosabb a terméken kívül, vagy a termékszolgáltatáson kívül, hogy mit akarok eladni, és mennyiért. De hidd el nekem, hogy maga, tehát hogyha már munkatársakkal dolgozol, és minél nagyobb a cégnek a volumene, mint munkatárs téren, minél többen dolgoznak ott, annál fontosabb lesz az, hogy a HR hogyan működik, milyen eszközökkel képes válogatni, milyen eszközökkel képes megtartani a munkatársat. Tehát én azt mondanám, hogy a HR olyan fontos, mint az árazás. Hiszen ahogyan az árazás gyakorlatilag megadja a terméket, szolgáltatásod értékét, úgy egy HR be tudja árazni, meg tudja adni a te cégedbe levő munkatársaknak az értékét, és azt, hogy mennyire értékeli a cég ezeket a munkatársakat. Remélem, hogy érted, amit szeretnék mondani. És maga a HR, mindenki arra gondol, hogy a HR az, hogy hogyan toborozzunk embereket, felmegy ugye a profession.hu-n, a LinkedIn-en, nézi a HR-es az új munkatársakat, és hogy a lehető legjobb embert válaszza ki. De ez nagyon kis szelete ma már a HR-nek, sőt mondhatni, tehát nem engedheti meg magának azt, hogy csak ezzel foglalkozzon. A HR feladata a szervezeti kultúrának a integrálása és adaptálása a munkatársakkal szembe és munkatársakkal, hiszen a HR-nek nem az a feladata, hogy a munkatársa szembe képviselje a céget, hanem az, hogy a munkatárs mellé álljon be, és segítsen. Tehát gyakorlatilag közvetítse az infót a munkatárs és a cég között, a szervezet és a cég között, és kialakul egy olyan egység, ami pedig a termelékenység és a hatékonyság javára fog válni. Ez a legfontosabb. És éppen ezért nagyon örülök, hogy ebben a videóban be fogok most mindjárt mutatni nektek egy olyan eszközt, amit napokban láttam én is, meghívott a Borealis Consulting, ő egy nagyon sikeres HR-es cég, meghívtak engem az előadásukra, én viszonylag gyakran vagyok ott egyébként meghívott vendég, nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és nagyon érdekesek az előadásaik mindig. Mostani apropót az adja, hogy a mindjárt bemutatandó The Journey ilyen HR-es applikációs csomagot állították össze, és itt már bevezetném a HR Tech fogalmát, mint ahogy ugye ez a blogon megismerted a Fintech fogalmát, ugye Revolut, stb., tehát a pénzügyi forradalom, ugyanígy a HR Tech is egy létező fogalom, és a HR-ben is megtörtént az a fajta szemléletváltás, amikor is HR Tech cégek megpróbálják a hagyományos HR-es eszközöket egy kicsit online térbe helyezni, és különféle applikációk segítségével hatékonyabbá tenni az egészet, kellemesebbé, szexibbé. És ahelyett, hogy most itt dumálnék a semmiről, én azt javaslom, hogy nézd meg, mindjárt vágom is be. A videótól én kipróbáltam ezt a The Journey magyar HR Tech megoldást,
Nekem nagyon tetszett egyébként előjáróba, dizájnba. Ezt azért tudom előjáróba mondani, mert ezt a videót, ezt a, tehát amikor most beszél, ezt később vettem fel, mint mielőtt a videó, ami a, mindjárt bevágok, ami arról szól, hogy a, kipróbálom ezt a zsörnit. Mert a zsörnit azt élőbe vettem fel, még nem láttam előtte én se, tehát ott azért voltak bakik. De valószínűleg ettől lesz aranyos és őszinte az egész mondani való, hiszen nem is feltétlenül az a lényeg, amit én mondok, hanem hogy, hogy lásd ezt a demót, a videó alatt linken kitettem, hogy kipróbáld te is ezt az egészet, nézd meg, nyomogasd végig. Nyilván itt ugye azoknak érdekes ez, akik tech HR-t tanulnak, HR cég, tehát HR-en dolgoznak, esetleg HR-es cégük van, multinál dolgoznak, KKV-ba, tehát hogy olyan pozícióban, ahol ez tényleg érdekes, és nem csak egy ilyen költői kép. Jó, na mindegy, nem dumálok tovább, haladjunk, és nézzük! Na, akkor nézzük meg ezt az oldalt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen HR-tech megoldást nyújt a Borealis. Jelzem felétek, hogy még én sem láttam, tehát ez egy ilyen élő live kis túra lesz, ugye honlap címet beírjuk, journey.link, ez mondjuk egész jól néz ki, ez az animáció, ez tetszett. Ugye, mit látunk, 10 apró lépés az alkalmazottaknak, vagy munkatársaknak, egy óriási lépés a cégnek. Ugye a Borealisnak az a hitvallása, hogy minden szervezet életében a munkavállalóknak a személyes fejlődése és a karrier útja, egyáltalán az önmegvalósítása és a szervezet iránti bizalom rendkívül fontos, és enélkül igazából nincs is, nem beszélhetünk valós, tehát jól funkcionáló szervezetről. Na kezdjük az utat, hogy mit nyújt számunkra. Mielőtt kezdünk, igen... Jó, oké, itt kaptunk mindent, ezt majd elolvasod, ez nekem most nem kell. Na, oké. Most nem fogok szinkronba fordítani, remélem tudsz ennyire angolul, hogy mi legyen. Ugye ez egy ilyen vicces játékként mutatták be, még Kölnben voltak a Európa legnagyobb HR kiállításán, mint kiállító, és ott mutatták be ezt a The Journey applikáció gyűjteményt, és gyakorlatilag egy vicces úton, módon szeretnék bemutatni, hogy hogyan segíthet ez a cégeknek. Na, hogyan hívjanak engem Norbinak? Menjünk tovább. Jó. Ugye itt látjuk a 10 lépést. Ugye itt az első pontban alapvetően az lesz a kérdés, hogy Én személy szerint hogyan illeszkedek a vállalati kultúrába, milyen értékek és értékrend szerint élem az életem, és ez mennyire viszonyul a cégnek az értékéhez. Na nézzük. Aha, lesz egy kérdésünk. Igen. Jó. Your leaders ask you about the delay in your last fight, which caused the company. Oké, azt kérdezi, hogy hát ugye a vezetőmmel van egy interakció, gyakorlatilag 2 hét csúszásban vagyunk, ami azt okozza, hogy elvesztünk egy nagyon fontos ügyfelet, hogyan reagálok, tehát mondja számon kér a főnök. Megmondom a vezetőmnek, hogy rengeteg más feladatom van, ugye multitaskolok, és igazából semmit nem tudok ezzel kezdeni. A második válasz, hogy biztosítom a vezetőmet arról, hogy ez a ügyfél, ez nagyon fontos számunkra. A számunkra, hát ugye királyi többes számba, tehát számomra, és ez a én felelősségem, és valamit ki fogok találni, hát én egy ilyen típusú ember vagyok. Ez az! Mehetünk tovább. A cég örül nekem. Nice! Start, ugye? Oké. Okay. Jó, itt kaptam egyfajta ilyen visszajelzést erről az értékrendről. Ugye ez fontos tudni, hogy ez egy demo változat, tehát ide majd a cégek azt fogják beütögetni szépen, ami őket jellemzi. Ez most egy kis vicces játékocska.
Na, befejezetlen feladatok. Ez most mit akar? Get the IT. Oké. Jó, kaptam egy e-mailt, nem raktam be magam. Ne zavarjanak módba, bocsánat, beteszem. Jó. Get the IT guy to prepare your laptop. Jó, én magamba szeretek kávézni, menjünk a... Vagy mi? Oké, ezt most nem tudom, hogy mi volt. Jó. Easy and quick onboarding, virtual body in packet, reminders, oké. Hát komolyan mondom, fel fog venni engem a Borealis, ha így folytatom, ezt látom. Oké, tehát határozom meg új cím, fogadjuk el az új célt, increase division income. Ugye itt kapsz egyfajta személyes célt, egy irányt, hogy te merre tartasz. Ez abszolút egyébként személyesített, és személyre szóló is lehet, ami egyébként a HR Tech-ben ez egy fantasztikus lehetőség lesz majd, hogy nem az a semmit mondó HR-es mambo-jumbo lesz a fő duma, hanem valójában egy-egy ilyen okos applikációval valóban tudjuk értékelni a munkatársakat. Emlékszem, mikor évekkel ezelőtt fél karomat adtam volna azért, hogyha nem csak beszéltek volna állandóan az én karrierutamról, állandóan, az annyira nem, de ehelyett mondjuk tényleg nyomon is követték volna az én céljaimat. Tehát nem csak számon kérnek, hogy hol tartok, mit tettem az asztalra, hanem hogy úgy van egy közös irány. Hát ezt elfogadom, ezt a célt. Köszönöm szépen, nice job. Menjünk tovább. Oké. Ugye itt a munkatársak azok a Game of Thrones lesz, ugye Winter is coming, ha már így a közeledő gazdasági világválságra akarunk kicsit reflektálni. Oké. Visszajelzést adhatok három kollégának, akinek tetszik, hát Tyriont azt nem lehet kihagyni ebből a felsorolásból, Khal Drogót se, az olyan nagyon kis mogorva, hát Daenerys, nem, Jon Snow. Adjunk nekik visszajelzést, ez az. Adtam. Oké. Negyedik pont. Tunk ugye negyedik részen vagyunk. Please give a feedback about the climate in the company and about your... Adjak visszajelzést arról, hogy milyen az időjárás a cégbe. Nyilvánvalóan nem azt kérdezi, hogy az irodában most havazik-e, hanem hogy éppen a szervezet milyen szakaszban van jelen pillanatban. Milyen az általános hangulat? Tehát egy projekt esetén ugye egy kicsit viharosabb az egész sztori, még az ilyen kitöltő időszakokban, amikor mindent rutinszerűen csinálunk, kicsit naposabb, hát most nagy hajtás van. Hogyan érzem magam jelen pillanatban? Hát amúgy rohadt álmos vagyok, ezt bevallom őszintén. Na, jó hírek! Igen, adtam nagyon jó visszajelzéseket a srácoknak. Oké. Tyrion Lannister azt mondja, hogy great, ez jó. Nézzük csak. Valami ismeretlen. Azt mondja, hogy használjak több képet. Igen. Na, ez nagyon fontos, hogy ezek a visszajelzések, ezek a negyedéves, 34-éves prezentációmra szólnak. Tehát a journey keresztül ismerő, tehát azok, akiknek én kell csak a véleményére, tudnak adni egy feedbacket, egy visszajelzést, hogy nekem mennyire tetszett ez az, vagy nekik mennyire tetszett az én előadásom, és akár javítani is tudnak ötletekkel. Hát itt látjuk, hogy ugye kép hiányzott a kép, és sok volt a szöveg. Khal Drogónak nagyon tetszett, és ez szerintem mindent megér. Én neki akartam megfelelni, meg Tyrionnak, hiszen ő lesz a király. És számíthatok előléptetésre. Menjünk tovább. Oké. Itt kapok megint egy fő visszajelzést, hát még mindig nem rúgtak ki.
Ajajajajajajaj, Cersei Lannister megérkezett, ő fogja a 360 fokos visszajelzésemet, ajajajajajaj. Kedves Norbi, ideje az akasztásomnak. Oké, link, menjünk a 360 fokosra. Nice job you are, only two questions. Jó, effektív kommunikáció. Written is clear and easy to understand. Tehát adjak egy visszajelzést, hogy Rob Starkról talán? Hát figyelj, közepes, ugye jó kollégák vagyunk. Pozitív attitűd, közepes. Dan. Mindenki adott mindenkiről egy visszajelzés, mehetünk tovább. Itt megint kaptam, nagyon örülök neki. Nyilván ezeknek akkor lesz jelentősége, hogyha nem egy demóból vagyunk, hanem valós tartalommal van megtöltve. Jó, irányítsuk kicsit a céljainkat. Az én célom, hogy a bevételemet 10%-kal növeljem meg. Látjuk, állj csak be egy célt, jelenleg 40%-on vagyok. Vigyük fel, 55, ne legyünk szerények. Jaj, bocsánat, 60%-ra kell felvinnem. Jó, we signed contract with two clients, we received the total order of... Aha, itt pörögnek a millió eurók, szeretem az ilyen céget. Ajajajajaj, Ázsiában fogunk üzletelni. Jaj, Cersei rontja a bulit itt 25%-kal. Jó, hát itt jönnek a up and down. Engem nem fogtok eltántorítani a célom elérésében. Ugye, nagyon fontos, eddig ez nagyon tetszik, tök jó, színes, nyilvánvalóan nem ez a lényeg egy HR-tech applikációnak, de mégis színes, jó fej, jó pofa, és hogyha megtöltött tartalommal beszélgettem a fejlesztőkkel, akkor ez baromi jó lehet, hiszen gondold el, hogy bármikor elérhető, bármikor megcsinálható, bárhonnan, akár meddig tudod bővíteni, és valós visszajelzéseket fog neked adni. Nyilvánvalóan például emlékszem, amikor ott értékeltem Havas Johnnak a kommunikációját? Hát ugye, azt gondolj bele, vagy például amikor értékelték úgymond az ilyen prezentációmat, hogyha belegondolsz, akkor ez minden dolog, hogy nem biztos, hogy a prezentáció után van kedved, vagy időd, vagy lehetőséged arra, hogy oda menjél, és megmondd a másiknak, hogy tetszett valójában ez a prezentáció. Utána pedig ez úgy elsikkad. De helyett itt van egy applikáció, amiben egyszer csak beírod, hogy mi a helyzet, mit gondoltál, és elküldöd a feedbacket. Ez tök jó. Nézzük csak, a skilljeim fejlődjünk egy kicsit. Itt húznom kell. Jó, befejeztem, tehát én már nagyon jó csapatvezető vagyok, baromi jól adok elő, és az angolom az meghasítja a bolygó magját is. Mi akarok lenni? Kommunikációba fejlődnöm kell, srácok. Oké, válasszak magamnak mentort. Egy mentor, hát az Tyrion kell, hogy legyen. Nem más, ez az. Imádom a dicséretet. Csak így tovább. Nya, aj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 
értékelem a divíziómat, ez itt nem tudom micsoda, aha, hogy mondhatom azt is, hogy én nem akarom értékelni, de én értékelni akarom. Hát, legyen egy, figyelj, miénk a legjobb divízió, így téged, Deadline Series, igen, tehát komolyan vesszük a vállalásokat és a határidőket, én is ilyen precíz vagyok alapvetően, ez nálam alap elvárás, a céget értékeljük, egy jó négyes, mindig van hova fejlődni. Nagyon jó munka. Oké, ez a Trust Builder volt. Nagyon fontos, hogy ugye most a The Journey-be vagyunk. Ezt a Boralisnak a konzulenseivel beszélgettem, és hát ugye ők mondták, hogy ez a The Journey, ez különböző fejlesztéseknek az egyvelege. Ez egyfajta ilyen applikációs csokor, egy logikai fonal
mentén haladva, és például van nekik egy ilyen programjuk, hogy Trust Builder, ezek külön kipróbálható valami, és ugye ez integrálva van, akár ebben a rendszerben. Nagyon fontos, hogy ez moduláris, tehát lehet részenként is használni, pontonként, de egyben is az igazi, figyelmetekbe ajánlom HR-esek. Na, oké, a bizalom méter az nagyon zöld. Itt hangsúlyoznám, Katona Melindának voltam most előadásukon, egyébként én többször meghívtak engem, és Katona Melinda Borrell alapítója vezetett be egy olyan fogalmat, legalábbis számomra, hogy a bizalmi adó. A bizalmi adó az micsoda egy szervezet életében? Hát ugye, amikor önbizalom hiányba szenvednek a munkatársak és a vezetők, vagy valamilyen oknál fogva nem bíznak saját magukba, és nem bíznak a szervezetbe, akkor egyfajta bizalmi adót kell megfizetni mindig a cégnek, hisz ezek a munkatársak lassabban fognak reagálni, hibázni fognak, nem tudnak teljesíteni megfelelően. És ez a bizalmi adó. Egy szervezetben a tagok minél, az érintettek minél inkább tudnak egymással bízni, minél inkább tudnak egymás szaktudására hagyatkozni, és nem az a cég mindig leellenőrizzék egymást, akkor az a cég az patent lesz, jobban fog működni, és ezáltal nyerességesebbé tud válni. Na, és akkor itt van, meghívnak a kollégák bowlingozni. De én utálom a bowlingot, mit mondok? Ajjajajajaj, én félek, mert engem itt fognak most kirúgni. Ugyanis én úgy vagyok ezzel az egésszel, hogy nagyon fontos a csapatépítés, valószínűleg ott is lennék, de mérsékelten. Mert mondjuk, hogy nem szeretek bowlingozni, akkor nem szeretek ez ilyen. Senki is akarja a szomorú arcomat nézni. I would not like to hurt feeling. It is a save it some family. Ja, igen, tehát a tipikus családkártyát bedobom, vagy pedig megmondom őszintén, hogy figyelj, én megmondom őszintén, ezt nem kell. És gratulálnak nekem. Át itt már a bizalom egy olyan szintjét értük el, ami hihetetlen. Oké. Okay. Ajajajajaj, és elértem azt, hogy Cersei is elfogadott. Yeah. Oké. Okay. 20% bónusz offert kapok. Nagyon örülnek nekem. Itt azért sok mindent lehet. Accept, elfogadom. És ez volt a journey. Úgy ez egy, itt mondja, hogy ez a, ugye most 10 egyszerű játékos példán mentünk végig, válasszak 3-at, amire szerintem a cégemnek szüksége van, hát ez a fit and, tehát mennyire passzol a cég és az én kultúrám, ez nagyon fontos volt szerintem, a céljaimnak a menedzselése is nagyon fontos volt, és a bizalom. Az mindig nagyon fontos. Oké, okay, adja meg az e-mail címemet. Jó, ez most a mit tudom én, a szarvas.norbert@ifl.group.hu. Elfogadom a policit, azt itt tudnám megnézni. Oké, okay, és akkor küldenek ajándékot nekem. Köszönik szépen. Ennyi volt a The Journey. Nagyon örültem, hogy velem tartottál, remélem, hogy tetszett, nekem nagyon tetszik, én ebben rengeteg fantáziát látok, ha HR-es lennék, és azt szeretném mondjuk egy KKV-ban, vagy egy nagyobb multinál, hogy minden flottul menjen, hiszen itt lehet majd integrálni a munkatársakat, adatokat kinyerni, adatokat elemezni, és egy kicsit belépünk a 21. századba. Ha bármilyen kérdésed van, akkor iratkozz fel, vagy nem. Ha kérdésed van, akkor kérdezd meg. Ha tetszett a videó, iratkozz fel. Találkozunk legközelebb is. Hello, sziasztok! Ha egyszer ki tudok innen lépni.